Jó napot kívánok! Önök a Sopron TV-ben a Hét témája című műsort látják. Június 9-én, a hét vasárnap, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és európai parlamenti választásokat tartanak. A választás menetéről, lebonyolításáról lesz szó mai adásunkban, a legfontosabb tudnivalókról. A helyi választási iroda vezetőjét, dr. Sárvári Szabolcsot kérdezem, akit üdvözlök itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Kezdjük, csókolom, üdvözlöm a nézőket! Kezdjük talán azzal, hogy Sopronban hányan szerepelnek a választási névjegyzékben, hányan fognak szavazni? Sopronban a választási névjegyzékben 47 ezer fölötti számban szerepelnek a szavazópolgárok. Ez mit jelent? Ez hány választókerület, hány szavazó körébe lehet majd menni szavazni? A soproni választókerület az 12 választókerületből áll, és a 12 választókerületen belül pedig 50 szavazóhelyiség van. Ebben az 50 szavazóhelyiségben tudják megtenni mindenki, ahova rendelve van a szavazatát leadni. Erről ugye mindenki kapott a lakhelyére értesítést, amelyben szerepel, hogy hova mehet szavazni. Mi történik akkor, hogyha ez az értesítés nincs meg, vagy a lakók nem tudják, hogy pontosan hova tartoznak, erről hol tudnak tájékozódni? A Nemzeti Választási Iroda minden választópolgárt megkeresett április elején, ahol jelölve volt a szavazókörnek a száma is, és a szavazókörnek a címe is, hogy hova lehet elmenni szavazni. Hogyha ez esetleg nincsen meg, elkeverték, elvesztették, elfelejtették, hogy hova tették, akkor a helyi választási irodától tudnak érdeklődni arról, hogy ők melyik szavazókörbe vannak beosztva. Fontos megjegyezni, hogy a szavazókörök, illetve az egyéni választókerületek kapcsán novemberben történt egy változás, ezt a jogszabály kényszerítette ki bizonyos számszaki okokból. El kell mondani, hogy az eddig az 5-ös választókerülethez tartozó 17-es számú szavazókör az átkerült a 4-es választókerülethez. A 17-es választókör utcái a Csík-Ferenc utca, Fűzfasor, Kertesi utca, Ösvény utca, Uszoda utca. Itt a szavazóhely nem változott, tehát ugyanoda mennek szavazni a választópolgárok, akik megszoktak, viszont nem az 5-ös, hanem a 4-es választókerületi jelöltre tudnak szavazni. Ehhez képest nagyobb változás történt a 12-es egyéni választókerületben, mert a 47-es szavazókör átkerült részben a 3-as egyéni választókerületnek a szavazókörébe, és így ők máshova is kell menniük szavazni. Ezek a Baross út, Sonfalvi út, Terv utca, Vándor Sándor utca, Táncsics Major. Ezen utcák választópolgárai a Fáy iskolában lévő 11-es és 12-es szavazókörben fognak szavazni. A 12-es egyéni választókerület változása folytán a 47-es szavazókörbe az elkerült helyi utcák helyére a 48-as szavazókörből kellett áthelyeznünk utcákat. Ezek az érintett utcák a Csata utca, Gyepő utca, Heimler Károly utca, Kelénpataki utca és a Mahacsek Gyula utca. Ezen utcák választópolgárai a Bánfalvi óvoda helyett a Fenyőtéri iskolába mennek majd szavazni. Ezért nagyon fontos, hogy nagyon figyeljenek oda a választópolgárok arra a tájékoztató levélre, amit a Nemzeti Választási Irodától megkaptak április elején. Térjünk át a szavazás menetére, ugye vasárnap reggel nyílnak az urnák, pontosan hogyan zajlik majd a szavazás. Ugye arra még nem volt példa, hogy két választástípust egyszerre egy időben tartanak, most ez fog történni. Ez így van, most két választás lesz, illetve egész pontosan három, hiszen lesz egy helyi önkormányzati, egy helyi nemzetiségi, illetve egy nemzetiségi önkormányzati és egy Európa Parlamenti választás, de ez alapvetően a szavazás menetét nem befolyásolja. A szavazókörök azok reggel 6 órakor nyitnak meg, reggel 6 órától este 7 óráig, 19 óráig vannak nyitva, ekkor tudják leadni a szavazópolgárok a szavazataikat. A legelső szavazópolgárnak lesz egy kicsit több plusz feladata, mint a többieknek, hiszen ő lesz az, aki majd hitelesíti az urnákat, az urna lezárásnál jelen kell lenni, és a jegyzőkönyvben is ezt a kézírásával, aláírásával kell majd igazolnia. Este 7 órakor a szavazókörök zárása van, abban az esetben, ha esetleg este 7 órakor még sorban állások van valamelyik szavazókörnél, akkor aki addig odaért és beállt a sorba, az természetesen szavazhat, a szavazókör csak azután fog záródni. Milyen okmányok szükségesek pontosan? Ugye nagyon fontos, hogy érvényes személyazonosító okmánnyal mehetünk csak szavazni. Mi az, ami fontos, hogy nálunk legyen? És amikor megtörtént az azonosítás, akkor pontosan mi történik ott a szavazó körben? Tehát hány lapot kap a választópolgár, stb. Mire kell figyelni?
Hát ez egy egész összetett kérdés. Az egész egyszerű, hogy mit kell magunkkal vinni. Legyen nálunk egy arcképes igazolvány, ami érvényes is. Ez lehet személyigazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, illetve a lakcímkártyánk. Mindennek érvényesnek kell lenni, amit elviszünk magunkkal a lakcímkártyának is, és ha valaki a személyigazolványát viszi, a személyigazolványnak is. Arra kell figyelni, hogyha az igazolvány lejárt, vagy a lakcímkártya lejárt, akkor van arra lehetőség, hogy az állomás utcai járási hivatalban, ott az okmányirodában meg tudják újítani az érvényességét ezeknek az okmányoknak, és utána tudnak eljönni szavazni. Érvényes okmány hiányában nem szavazhatnak. Érdemes tehát akkor még a napokban ezt ellenőrizni. A szavazatszámláló bizottságok összetétele hogyan történik, ki delegál a jelölő szervezetekről röviden, mit lehet tudni? A szavazatszámláló bizottságnak a tagjai választott tagokból állnak, és delegált tagokból állnak. A választott tagokat még 2022-ben a közgyűlés által megválasztott emberek, személyek közül választjuk ki, és őket kérjük meg arra, hogy segítsék a munkánkat. A jelölő szervezetek május 31-e 16 óráig delegálhattak saját delegáltjaikat a szavazatszámláló bizottságokba. A bizottságoknak 5 fősnek kell legalább lenniük. Ez általában úgy áll össze, hogy 3 választottak, a többiek pedig delegált tagokból kerülnek ki. Ott, ahol nem delegáltak, vagy nem delegáltak legalább 2 a jelölő szervezetek, ott értelemszerűen akkor a választott tagokkal egészítjük ki a szavazatszámláló bizottságnak a létszámát. Mi az ő dolguk pontosan? Ugye azt tudjuk, hogy a választás tisztaságát felügyelik, de ezen kívül mi az, amit ők ott végeznek? Hát a szavazatszámláló bizottságok testületként eljárva végzik a munkájukat, és például a mozgóurna kérelmek esetében 12 óraig a választás napján, tehát vasárnap 12 óraig hozzájuk is be lehet nyújtani a mozgóurna kérelmet, és elbírálják ezeket a kérelmeket, döntenek róla. Majd a szavazás lezárását követően az ő feladatuk lesz az, hogy megszámolják a szavazatokat, érvényes-érvénytelen szavazatokat szétválogassák, és akkor ezt követően pedig az utasításnak, mert a Nemzeti Választási Iroda utasításának megfelelően először a polgármestert, majd a helyi önkormányzati képviselőket és az EU parlamenti listákat fogják megszámolni. A nemzetiségi szavazás egy kicsit másként történik, ott nem a szavazatszámláló bizottságok számolnak, azokat be kell hozni a helyi választási irodára, és másnap reggel fog megtörténni a nemzetiségi szavazatoknak az összeszámlálása. Mi számít érvényes szavazatnak, hogyan lesz egy szavazatból érvényes szavazat? Ugye, érvényesen szavazni úgy lehet, hogy a jelölő szervezet vagy a jelölt neve melletti körben 2 egymást metsző vonallal tud érvényesen szavazni a választópolgár. Azt, hogy ez a metszet, az hol van, a szélén van a körnek, a közepén van a körnek, ez teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogy érvényesen csak akkor szavazhat, hogyha a körön belül van. Ha a metszés vonal az a körön kívül van, az érvénytelen szavazatot jelent. Hogyha van egy olyan szavazat, ahol metszik egymást a vonalak, és az összes többit kiszínezik, kipipálják, átsatírozzák, kifirkálják, attól még az a szavazat érvényes szavazat lesz. Ott, ahol nincsen egymást metsző vonal, például karikáznak, pipálnak, az egy érvénytelen szavazat. Tehát különösen fontos, hogy aki nemzetiségi szavazóként jelenik meg a szavazókörben, akkor ő odafigyeljen arra, hogy a nemzetiségi szavazólapok azok zöldszínűek, fog mellé kapni egy zöldszínű borítékot is. A szavazat csak akkor érvényes, hogyha ezeket a zöld szavazólapokat beteszi a borítékba, és a borítékot le is kell ragasztani. Ennek hiányában, tehát leragasztás hiányában, vagy a boríték nem a borítékba teszi be a szavazólapot, az ő szavazata érvénytelen lesz. Erre mindenképp kérem, hogy figyeljenek oda a nemzetiségi választópolgárok. Azonban az fontos kiemelni, hogy ilyen zöld borítékot csak a nemzetiségi választópolgárok, akik kik lehetnek? Így van, aki egyébként nemzetiségiként van regisztrálva a névjegyzékben. Említette a mozgóurnák kérdését, ezt még lehet-e igényelni? Ha jól tudom, akkor ez a határidő még nem járt le, illetve kik igényelhetnek mozgóurnát? A mozgóurnát még lehet igényelni egészen a szavazás napján 12 óráig. Mozgóurnára csak azok jogosultak, akik valamilyen fogyatékosságuk okán nem képesek eljönni, a szavazókörben, illetve a fogvatartottak. Kényelmi jogból mozgóurna nem kérhető. Tehát azt sem tehetjük meg, hogy egy házaspáron belül az egyik ember a mozgás fogyatékosságokán nem tud elmenni és mozgóurnát kér, és akkor az ő gondozója, férje, felesége, a rokona, bárki, pedig ha már úgyis ott vannak a mozgóurnázók, akkor ő is mozgóurnába szeretne szavazni, tehát erre nincsen lehetőség.
Az átjelentkezés még egy fontos kérdés minden választáskor. Ez hogyan működik a helyi önkormányzati választás esetén, illetve az egy időben zajló európai parlamenti választáson? Ugye átjelentkezésnek a határidő az már lejárt, május 31-én 16 óráig volt erre lehetőség, hogy átjelentkezzenek. Átjelentkezni azonban helyi önkormányzati választásra csak annak volt lehetősége, aki február 11-e előtt ideiglenes lakcímmel rendelkezett Sopronban. Ha azt követően létesítette az ideiglenes lakcímét, akkor erre már nem volt mód. Aki átjelentkezéssel szavaz helyi önkormányzati választáson, az a lakcíme szerinti szavazókörben fog szavazni. Ettől eltérő az Európa parlamenti választás, hiszen itt az átjelentkezni lehetett egészen az imént említett május 31-16 óráig, függetlenül attól, hogy van-e ideiglenes lakcíme Sopronban vagy sem. Az ilyen szavazópolgárok az EU parlamenti választásra a szavazatokat az egyes szavazókörben, a Széchenyi gimnáziumban adhatják le. Említettük, hogy a szavazás menete úgy zajlik, hogy reggel 6-tól este 7 óráig lehet elmenni szavazni, ezután pedig elkezdenek érkezni a részeredmények, illetve a részvételi adatok. Ezekről hol tájékozódhatnak a választópolgárok, tehát a hivatalos tájékoztatás hol történik? A választópolgárok a szavazásnak a menetéről, a szavazásnak a részeredményeiről a www.választás.hu weboldalon, ez a Nemzeti Választási Irodának a hivatalos weboldalról tudnak tájékozódni. Este 7 óra után egyébként mi történik a szavazókörökben? Hát 7 óra után bezáródnak a szavazókörök, kulcssal. Aki benn van, az csak a szavazatszámláló bizottságnak a tagjai lehetnek, és akkor megkezdődik az urnáknak a felbontása. Először a mozgóurnát bontjuk fel, megnézzük benne az ellenőrző lapot, azt követően pedig a többi szavazó ládát, szavazó urnát fogjuk felbontani, ahol a szavazatszámláló bizottság tagjai ezeket kibontják, majd szétválogatják választás típusonként, polgármester, önkormányzati képviselő, Európa parlamenti és az imént említett zöld borítékos nemzetiségi választásra, majd ezután kezdődik a számlálás. Először a polgármestert számolják, utána számolják meg az egyéni választókerületet, majd azt követően számolják meg az Európa parlamenti szavazólapokat. Akkor legkorábban a polgármester választás eredményét fogjuk megtudni, ha jól értem, illetve helyi képviselőket, és majd ezután jönnek az európai parlamenti választások részeredményei. Pontosan biztosan lehet megmondani, de nagyjából mikor várható végeredmény? Én azt gondolom, hogy valamikor hétfő hajnalban fogunk majd egy olyan eredményt produkálni, ami ugyan még nem jogerős, de akkor már látjuk, hogy milyen számok jelentek meg. Jegyző úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt nálunk és tájékoztatást adott. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Önöknek köszönjük a figyelmet, ezt a beszélgetést megtalálják, és visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon. Maradjanak velünk, viszontlátásra!